Köszöntöm a kedves nézőket, ez itt a háttér, a mai háttérben a Ceglédi Városi Könyvtár mindennapjaiból szemezgetünk majd, 2021-re fókuszálunk a következőkben, Kapdabó Ladik Lívia igazgatónővel. Kezdi Csokalom, köszönöm szépen, hogy eljött. Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást. Hát akkor felvezetésként én arra kérem, hogy mondjon nekünk, legyen szíves két-három mondatot 2021-ről csak úgy általában véve, nyilvánvalóan az igazgató szemével. Nagyon nehéz két-három mondatban összefoglalni egy egész évet, éppen amikor idefelé tartottam, azon gondolkodtam, hogy mi minden történt nálunk. Nagyon sok minden egyébként. És még nem volt egy hagyományos év, bár jobb volt, mint a tavalyi, azt gondolom, de nem a megszokott kerékvágásban zajlottak még a dolgok, hiszen hogyha visszaemlékeznek rá, akár a televízió nézők is, akkor tudhatják, hogy az év elején még bizony be voltunk zárva. Úgyhogy ez azért nagyon megnehezítette az évnek a kezdetét, rögtön nem tudtunk a hagyományos formában működni, bár igyekeztünk január legelejétől kiszolgálni az olvasóinkat, tehát működtettük a bezárt falak mögül is tulajdonképpen azokat a könyvtári szolgáltatásokat, amiket lehetett. Tehát a visszavételt tudták intézni a hozzánk beiratkozottak, illetve kölcsönözni is tudtak, hiszen könyvtárpakkot állítottunk össze az ő számukra, és később pedig már magát a beiratkozás lehetőségét is lehetővé tettük. Tehát nem biztos, hogy olyan sok mindent ők érzékeltek, de azért szerintem mindenki megérezte valamilyen formában, hogy nem a hagyományos módon működtünk. És igazándiból a nyitás után kezdtünk magunkhoz térni, nyáron már kiállítások zajlottak, és ősztől pedig megindultak a programok is, és egészen mostanáig zajlottak, hiszen december 17-e volt az utolsó nap, amikor még program is volt nálunk a könyvtárban. Én akkor arra kérem, hogy bontsuk, és beszéljünk először csak a központi könyvtárról és 2021-ről, hogyha csak ezt tekinti, akkor milyen érzések fogalmazódnak meg önben? De akár rendezvényekről, kiállításokról, tehát itt ez most valóban egy évértékelés az, amiért itt most összeültünk. Igen, nehéz így elválasztani a részlegeket egymástól, hiszen igyekszünk együttműködve dolgozni. Fizikailag különálló épületekben vagyunk, a központi könyvtárunk, a Szabadság téren, a gyermekkönyvtár, amiben az ifjúsági részleg is helyet kap a Gubodi utcában, és akkor még ott van a sportgyűjtemény is, aminek a működéséért szintén a városi könyvtár felel. És ez szintén egy másik épületben van, úgyhogy így egy kicsit nehéz, de igyekszünk összehangoltan dolgozni. A rendezvények tekintetében válik el részben, bár most azt kell, hogy mondjam, hogy ebben az évben több olyan rendezvényünk is volt a központi könyvtárban, ami gyermekrendezvény volt. Egészen egyszerűen helyhiánnyal küzdünk, és amikor már szétfeszíti a gyermekkönyvtár falait a rendezvény, akkor átköltözik a központi könyvtárba. De egyébként szolgáltatások tekintetében nagyon hasonlóan működünk. A gyermekkönyvtárban nyilván ott vannak az állandó jellegű foglalkozások, az iskolásoknak, az óvodásoknak, ami hiányzik a központi könyvtárból, de az alapszolgáltatásaink tekintetében teljes egészében megegyezik. A rendezvények nyilván más profilúak, hiszen figyelembe vesszük a közönséget. A központi könyvtárban a felnőttek számára szoktunk író-olvasó találkozókat rendezni elsősorban, illetve hát mindenféle más ismeretterjesztő programokat, és én azt gondolom, hogy ebben az évben még szélesebb és színesebb volt a paletta, mint a korábbiakban. Tehát egyre inkább bővül az előadásoknak a tematikája. Nyilván figyelembe vesszük az olvasóknak, a látogatóinknak az érdeklődését. Erre egyébként felmérést is készítettünk, igényfelmérést, és ezt figyelembe véve igyekszünk kiszolgálni az ő igényeket. Tulajdonképpen akkor most már beszéltünk a központi könyvtárról is, és a gyermek könyvtárról. És volt-e valami kiemelkedő esemény, vagy melyik volt a legkiemelkedőbb esemény 2021-re nézve? Akár a központi könyvtárat nézem, akár a gyermek könyvtárat.
Nekünk minden évben azt gondolom, hogy kiemelkedik az éves események sorából az országos könyvtári napok. Igen, gondoltam, igen, hogy ezt említi igen. meg. Bár éppen most az ünnepi könyvhetet látják a televízió nézők, ami szintén nagyon fontos és nagyon jelentős esemény, erre is minden évben készülünk, és itt jól lehet látni, hogy itt is a központi könyvtárban épp egy ifjúsági rendezvényt tartunk. De azért az országos könyvtári napok az mégiscsak kiemelkedő, azért is, mert egy héten keresztül minden áldott nap tartunk valamilyen rendezvényt mindkét részlegünkben. Tehát erre azért nagyon készülünk. Sokkal korábban, tehát majdnem már egy évvel ezelőtt rendeződnek bizonyos meghívások, és hát az utolsó pillanatig zajlanak a pontosítások, sosem lehet tudni, hogy milyen váratlan esemény jön közbe. Úgyhogy ez nagyon kiemelkedik, és én azt gondolom, hogy ebben az évben különösen jól sikerült. Könyves vasárnapot is tudtunk tartani, könyves vasárnapon egy nagyon szép generáció jött nálunk össze, a Gombos és Zalai családtagjai találkoztak, és hát lesz folytatás ennek a rendezvénynek is, meg még több másnak is, amit akkor tartottunk, úgyhogy nagyon jó szívvel gondolunk vissza mindannyian erre az egy hétre. Úgy fogalmazott, hogy 2020-nál azért 2021 jobb volt, de mégis hányszor kellett idén újraírni a forgatókönyvet, mert azért én azt hiszem, hogy néhányszor át kellett írni. Igen, igen. Olyan értelemben is mondtam, hogy jobb volt, hogy nem volt annyi bezárás. Tehát az év elején voltunk zárva, és utána már folyamatosan nyitva tudtunk tartani, amit nem mondhatok el a korábbi évről. Tehát ott volt első hullám, második hullám, többszörös bezárás, többszörös dolgokkal volt megterhelve. Ilyen értelemben volt jobb. De az kétségtelen, és szerintem ez nem csak ránk igaz, hanem minden intézményre, hogy a pandémiás helyzet azért ez megnehezítette a könyvtáraknak és a mi életünket is ezáltal. Úgyhogy még akkor is, amikor nyitva voltunk, akkor is sok-sok problémával kellett szembenéznünk. A betegségek azért nálunk is felütötték a fejét, ilyenkor munkatársak kiesnek, másoknak kell pótolni, már ha valaki tudja pótolni az adott munkakört. Így is azt gondolom, hogy nagyon, nagyon szépen tartottuk magunkat, és az, hogy nem kellett bezárni például, az egy nagyon komoly dolog szerintem, hogy végig-végig hely tudtunk állni, és még most is helyt állunk, tehát bárhogyan is alakult a helyzet, most például kivételesen nyitva vagyunk a két ünnep között is. Akkor néhány gondolatot osszon meg velünk a létszámról. A dolgozói létszámról, annak alakulására, így a Covid árnyékában. Ez azért nem volt egyszerű. Igen, nem volt egyszerű. Azt mondják, hogy sokan vagyunk, de nem elegen, és ez nagyon igaz ránk, tényleg nem, és különösen akkor nem, amikor hiányzik egy munkatárs. Akkor nagyon megérezzük. És nem csak a betegségek miatt hiányoztak, amikor két hétre karanténba vonul valaki, hanem el is mentek tőlünk kollégák, és nem tudtuk mindig azonnal pótolni őket, ott maradt utánuk egy űr ténylegesen, és hát ez egy nagyon nehezítő körülmény, amikor nincs az évelejétől ifjúsági könyvtáros, amikor elmegy az amúgy is kis létszámmal bíró gyermekkönyvtárból valaki, ahol minden ember nagyon számít. Tehát amikor kevesen vannak egy részlegen, ott mindenkinek a munkája létszükség és létfontosságú, úgyhogy bizony többször megéreztük azt, hogy nem vagyunk elegen, és milyen jó lenne, hogyha mindig teljes létszámmal tudnánk működni. Ebben az évben bizony többször volt kiesés. Mindenképpen szánjunk időt a sportmúzeumra, a gyűjteményre. Fenntartása akkor ez önökhöz tartozik. Már csak azért is, mert ez a gyűjtemény ez a város határain jelentőségében messze-messze túlmutat.
Igen, ez egy rendkívül szép nagy gyűjtemény, ami szerintem egyedülálló az országban a maga minőségében, tekintetében, és nagyon napra kész. És mindig büszkékedik a város teljes joggal a sport életéről és a kiemelkedő sport személyiségeiről. Itt azért azt gondolom, hogy a relikviákon, a numizmatikai gyűjteményen kívül azért ott van ezeknek az embereknek a lelke és a szellemisége. És hát mindezt nagy mértékben köszönjük Magyar Lászlónak, aki a sportgyűjteménynek a gondozója egyébként, de való igaz, hogy bizonyos feladatot ró ránk, hiszen a Városi Könyvtár gondoskodik az intézmény fenntartásáról, a gyűjteményről magáról nem, mert arról a sporttörténeti alapítvány, de az intézményről igen, és hát egy régi épületről beszélünk, mint ahogy a könyvtárnak egyébként minden épület már nagyon régi, és ez rengeteg feladatot hárít ránk, és ad nekünk, és mindig valamilyen... Szeretnénk hinni benne, igen, igen, folyamatos diskurzus van közöttünk a fenntartóval, mindenféle módon próbáljuk rendezni ennek a gyűjteménynek a sorsát, hiszen kinőtte egyrészt az épülete, tehát nagyon szükösen vannak már kiállítva a termekben a gyűjtemények, ami egyre bővül, pont az előbb említett okoknál fogva, hiszen most is újabb érmekkel büszkélkedhet a város. És hát ezeket jó látni és jó egy helyen tudni, úgyhogy nagyon bízunk benne, hogy méltó helye lesz ennek a gyűjteménynek egyszer csak. Záró gondolatokra kérem, méghozzá az olvasás vonatkozásában, az olvasás kapcsán. Ez a koronavírus járvány, ez talán egyre inkább a monitor elé szegezett minket és az internet elé. Mennyire olvasunk még a hagyományos módon? Olvasunk még úgy, mint régen? Nyilvánvalóan azt hiszem, hogy nem. És talán lehet, hogy így, tehát amit így kézzel így meg tudok fogni, és tudok lapozni. Hát ez az olvasás, nem? Igen, az az igazság, hogy az olvasásnak már egy jó ideje, nem csak a Covid miatt, hanem már egy jó ideje megváltoztak a felületei. De ez most katalizátorként hatott rá, én azt hiszem. Igen, ebben teljesen igaza van önnek, de ténylegesen az olvasási szokások már azért jó pár éve változóban vannak folyamatosan. És nyilván az eszközök is, amin olvasunk, való igaz, hogy a fiataloknak például az eszköz, amin ők olvasnak, az már egyre inkább ugye a digitális világ felé mutatva, az okos telefonok, készülékek felé mutat, de azért nagyon sokan keresik föl még a Városi Könyvtárat a hagyományos eszközök, a hagyományos könyvek iránt. Tényleg lehetett látni, és ez nagy öröm számunkra, hogy mihelyest kinyitottunk, azonnal özönlöttek hozzánk, így van, megjelentek nagy létszámmal. És nyilvánvaló, hogy nem ugyanazokat a számadatokat produkáltuk, hogyha nagyon szigorúan nézzük a statisztikát, a bezárás miatt nem lehetett ugyanannyi olvasónk és látogatónk, de azok megtaláltak bennünket azért, akik eddig is jártak hozzánk, és azért büszkélkedhettünk új beiratkozottakkal is. Úgyhogy én nagyon-nagyon bízom abban, hogy a hagyományos olvasási forma az nem fog elveszni, az mindig megmarad. Lehet, hogy átalakulnak a szokásaink, az olvasási szokásaink, de a könyvet nem fogjuk nélkülözni. Ez legyen az árszó. Köszönöm szépen, hogy nálunk járt. Én is nagyon köszönöm a meghívást, és áldott ünnepeket kívánok mindenkinek. Köszönjük szépen, és viszont kívánok. Köszönjük.